Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Marsai Viktor, a Migrációs Kutató Intézettől és a Közszolgálati Egyetemről szép jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Legutoljára beszéltünk valahol a Fekete Afrikáról, és hogy tulajdonképpen mi történik ott. Hát ezt úgy lehetne megoldani, hogy körülbelül egy éven keresztül minden nap másfél órát beszélgetnénk, és utána kezdenénk előről, mert újabb terrorszervezetek szűnnek meg, jönnek létre, újabb országok eltűnnek helyette, létrejönnek, tehát ez egy ilyen elég érdekes folyamat lehetne. Ez így van, de nem biztos, hogy minden nap vállalnám, de szerencsére azért a bővülő magyar-afrikanista közösségből szerintem sokat találnánk, és azért a pozitív dolgokat se felejtsük el, ugye az internet forradalmát, vagy a nagy új innovációkat a kontinensről. Tehát nem csak negatív dolgokról tudnánk. Akkor nézzük, hány Afrika kutató, illetve a témát érdeklő fiatal van a Közszolgálati Egyetemen? A Közszolgálati Egyetemen nagyjából olyan 4-5-en foglalkoznak Afrikával szisztematikusan, és azért most a magyar-afrikanista közösség is azért most már szerintem egy 100-as nagyságrendben beszélhetünk emberekről, akik ezzel foglalkoznak. Tehát azért Afrika felfutóban van az elmúlt években. Ezt pozitívan megállapíthatjuk. Értem. Akkor nézzük, hogy tulajdonképpen mi is történik a szomáliai arab terrorszervezetekkel, hogyha ilyen gyűjtőnevet lehet használni. Igen, tehát ugye Szomáliában jelenleg az Al-Shabaab nevű szervezetről beszélhetünk, ami egy kis csoportként indul 2005-ben, még nem aztán 2008-9-re az ország jelentős részét az ellenőrzésük alá vonták, és egy árnyék kormányzatot hoztak létre, ami gyakran nem is árnyékként, hanem nem is valóságos kormányzatként működött. Ezzel szemben lépett fel a nemzetközi közösség egy békeművelet keretében, hogy támogassa a rendkívül törékeny szomáli kormányzatot, ezt hívták ugye az AMISOM műveletnek, amit elsősorban Uganda és Burundi, később aztán etióp és kenyai katonák támogattak. Ennek 2011-ben sikerült felszabadítani a főváros, Mogadisút, az Al-Shabaab uralmáról. Ezután a vidéki területeken próbálták konszolidálni a helyzetet, de erre már nem volt elég az erejük, így az elmúlt években egyfajta patthelyzetet látunk. A főváros és a nagyobb centrumok az a kormányzat, illetve az azt támogató Afrikai Uniós békefenntartók ellenőrzése alatt állnak, miközben a vidéki területeken az Al-Shabaab lényegében korlátlanul tud tevékenykedni, beleértve a bíráskodást és az adószedést is. Elsősorban ez egyébként az ország dél- és középső területeire igaz. Ugye északon, ugye Szomália egy elég komplex hely. Ez akkor Afrika állam az államban, hogyha azt mondja, hogy még adószedést is. Sőt, hát ez nehéz megmondani, hogy kiben van és ki az állam. Ugye van egy ilyen, biztos a szomálik azt mondanák, hogy rossz májú jelentés, hogy valójában ugye három adminisztráció működik Szomáliában. Északon szomáli föld, illetve puntföld, és a Mogadisui kormányzatot nem számolják ehhez, hanem az Al-Shabaabot nevezik meg harmadiknak. De az ténykérdés, hogy többen is felhívják a figyelmet, hogy a jelenlegi kormányzat erőforrások hiányában is, illetve az adminisztráció olyan korrupt Mogadisuban, hogy nagyon sok helyi lakos, akik a kormányzat által ellenőrzött területeken laknak, ha bíráskodást szeretnének, és valamiféle vitájuk van a szomszédjukkal, akkor beülnek az autóba és elmennek az Al-Shabaab által ellenőrzött területekre, mert ott jóval olcsóbbak és jóval megbízhatóbbak a bíróságok. Mennyire fél mielőtt ezt a mondatot elmondta, azon kezdtem el gondolkodni, hogy vajon a lakosság mennyire félhet tőlük, de hát ha a lakosság önszántából elmegy az ő bíróságaikra, akkor van valamilyen respektjük. Igen, ez így van. Ezek akkor igazi terroristák, a mi európai gondolatvilágunk szerinti nem, terroristák? Ez megint nagyon kérdés, mi van a mi gondolataim, mi van a szakértő fejében, és mi van a valóságban, hogy ezek három különböző terület. Erre próbáljuk akkor most fényderíteni. Igen, próbáljuk kicsit erről, ugye az Al-Shabaab, ha klasszikusan nézzük, igazából egy felkelő szervezet, területet ellenőriz, közigazgatást működtet, konvencionális háborút is képes esetenként. Ez akkor olyan, mint a Hamasz. Kicsit igen. Miközben terrorisztikus eszközökkel is él, és sokszor, számos külföldi állam szervezet, terrorszervezet
tek listájára tette fel. Tehát ezt azért nem szabad megfeledkeznünk róla, és hihetetlen kegyetlen és brutális támadásokat hajt végre. Tehát itt az, hogy most ezen vitatkozunk, hogy terrorszervezet vagy felkelőszervezet, nem arról szól, hogy ez nem gazemberek gyülekezete vagy nem. De abból azt mondom, fontos megértenünk a szervezet működését, és azt, hogy a szomálik hogyan kapcsolódnak hozzá, hogy az Al-Shabaab születésében nagyon fontos momentum volt 2006, amikor Szomáliában különféle iszlamista csoportok a mérsékelt, majdnem a nyugatbarátoktól kezdve a kifejezetten dzsihadistákig egy ilyen széles politikai platformot alakítottak meg, hogy a klánuraknak és a haduraknak az uralma után egy stabil államigazgatást, vagy valamiféle működőképes közigazgatást hozzanak létre. És ez volt az időszak, amikor úgy nézett ki 2005-6-ban, hogy Szomáliában 15 év káosz után valami így elkezd működni. Összeszedték a szemetet, iskolákat szerveztek, bíróságokat szerveztek. Viszont ugye ez nagyon hamar volt még ugye 2001. szeptember 11 után, és sajnos azt kell mondani, hogy az Egyesült Államok egy meglehetősen szűk látókörű megközelítésben azt mondta, hogy nem, ezt az egész társaságot úgy, ahogy angyából le kell darálni. De ugye az amerikaiak nem szerettek volna bevonulni, ezért az etiópokat kérték meg. Most az etióp-szomáli viszony a történelem az mindig is egy ilyen erős mediterrán házassághoz hasonlított, ugye etiópok keresztények, teljesen más népcsoporthoz tartoznak, mint a szomálik, és több háborút is vívtak egymással. Ezért amikor 2006-ban az etióp haderő bevonul Szomáliába, hogy a gyenge kormányt, nem használnék ilyen erős szavakat, de az biztos, hogy a szomálik szemében... Mint fizetett hadsereg. Ők, sőt, talán még rosszabb, tehát mint keresztesek, akik megszállják az országunkat és megtámadják az iszlámot. Ez azt eredményezte, hogy nagyon sokan azért csatlakoztak az Al-Shabaabhoz, mert az Al-Shabaabban látták az ilyen nemzeti megmentési hadsereget, aki megvédi az iszlámot és a szomáli lakosságot és a szomáli nemzettudatot. És aztán, amikor kiderült, hogy azért ez a történet nem ennyire kerek és nem ennyire egyszerű, addigra az Al-Shabaab már egy olyan erős és integrál struktúrát tudott felépíteni, amivel nagyon nehéz volt később bármit is tenni. Nem szabad elfelejtenünk, hogy mint általában a dzsihadista szervezeteknek, sajnos az Al-Shabaabnak is kiváló propagandagépezete van, kiváló média jelenléte. Ha az Afrikai Uniós békefenntartók nál akár az árnyéka is felmerül bármiféle atrocitásnak, ez azonnal megjelenik a médiába, a különféle közösségi hírportálokon, és ugye ezzel nagyon jól alá tudják ásni az Amisomnak a hitelét, és sajnos azt is el kell mondani, hogy azért voltak olyan esetek, amik ebből valósak voltak, tehát itt a civileknek a meggyilkolása, nők megerőszakolása, amit az Al-Shabaab kiválóan ki tud használni, és kiválóan ki tudja használni azt is, hogy azt látjuk az elmúlt években, hogy a központi kormány nem tudott annyira megerősödni, mint általában ezt. Mi lett az etiópokkal? Az etiópok aztán kivonultak, 2009-ben kivonultak az országból. Valami tűzszünet, békekötés, vagy csak simán elmentek? Nem kivonultak 2009-ben. Ugye az lett a deal egyébként, hogy a mérsékelt iszlamista csoportok vezetése átvette az országnak az irányítását. Tehát, hogy gyakorlatilag ugyanoda értek el, mint 2006-ban voltak, csak egy különbséggel. Csak fölösleges vérontással. Így van, és hogy az Al-Shabaab vezetett meg megerősödött. Mi van ma? Ugye ma is meglehetősen törékeny a helyzet. Sokat fejlődött mondjuk 2007-89-hez képest, amikor intenzív harcok zajlottak az országban, de a terrortámadások, a kisebb rajtaütések, a szomáli kormányerők, illetve az Afrikai Uniós békefenntartókkal szemben ezek lényegében mindennaposak. Az érdekes mondom, az átlag szomálik számára az élet az nagyon sokat fejlődött, megírtak Mogadisúban a szépségszalonok, virágzik az éjszakai, illetve a szomálik is éjszakai emberek. Nyitva vannak az éttermek, egyre több nemzetközi légitársaság repül Mogadisúba, nagyon sokan térnek haza a diaszpórából. Tehát azt látjuk, hogy miközben a szomáli lakosság számára az élet valamelyest így javul, eközben az Al-Shabaab ott van, és ugye a szervezet rájött arra is, hogy csinyán kell bánni a lakosság elleni támadásokkal, hiszen ezzel még inkább ugye a kormány oldalára hajtja őket, és emiatt egyre inkább fókuszál ugye a környező országokra, Etiópiára, Kenyára, Djiboutira, Tanzániára, ahol toborzó tevékenységet folytat, illetve ugye egyre inkább saját sejteket hoz létre ezekben az országokban. Két kérdés. Amerika ilyenkor, bármennyire is blöd kérdés ez, de rájön arra, hogy tévedett? Tehát, hogy esetleg az etiópokat nem kellett volna oda küldeni?
Ez nyilván a releváns amerikai szakértőket kellene megkérdezni erről, hogy hogyan látják 10 évvel ezelőtti szerepüket. Az azért látszik, hogy az amerikai kormányzat tanult ezekből a hibákból, tehát a megközelítésük most hány ember életébe kerülhetett ez? Hát ez biztos, ez ezrek, hanem tízezrek életébe, és egy destabil régióba, tehát hogy azért ez egy nagyon-nagyon komoly hiba volt. Amiben még egyszer, és nagyon sokan benne volt, tehát az etiópok nagyon boldogok voltak, hogy ők is bevonulhattak, hogy állítólag fals hírszerzési információkkal is támogatták ugye az amerikai döntéshozatal, de ez mindenképp egy nagy hiba volt. Ugye az amerikaiak rá is jöttek most arra, hogy jóval óvatosabban nyúlnak bele a szomáliai dolgokba, és most elsősorban nem is a politikai folyamatokra koncentrálnak, hanem az Al-Shabaab elleni légicsapásokban, illetve a kormányerőknek a támogatásával próbálják ugye lokalizálni. Mennyire veszélyes most ez a terrorszervezet? Ez egy rendkívül veszélyes, rendkívül adaptív terrorszervezet. Ugye ne felejtsük el, hogy amikor az iszlám állam megalakult, mindenki azt mondja, hogy hú, hát területet ellenőrzés, adószer, nem tudom, micsoda. Ugye az Al-Shabaab, még egyszer hangsúlyoznám, ezt azért ilyen 2008 tájékán már működtette. És azt látjuk, hogy az iszlám állam most már, bár a harcosai ott vannak, de magát a szervezetet, azt, hogy ő területet ellenőriz, ezt szétverték a Közel-Keleten. Ezzel szemben az Al-Shabaab mindig 150-200 ezer négyzetkilométernyi, tehát két magyarországi területet ellenőriz Szomáliában, és szed adót. Ugye a becslések szerint az Al-Shabaab... Szolgáltat is az adószedés. És szolgáltat is, tehát ugye a bíróságot mondtam, a madrasságot mondtam, és ugye ami nagyon fontos, hogy a szakértők meg az elkapott információk alapján az Al-Shabaab költségvetés az pozitív. Tehát ők többletben jönnek ki évente. Ugye szokták kérdezni, hogy hogy működtet a szervezet. Egyszerűen az a több oldalú adószedéssel több pénzt tudnak beszedni. Mennyire veszélyesek ők más országokra, mondjuk Európára, az európai kontinensre? A narrációban megjelenik, hogy ők a globális dzsihádnak a részei, ugye az Al-Qaidához maradtak hülyek, ez nagyon fontos, hogy nem ígértek szövetséget a Jabhat al-Baghdadinak és az iszlám államnak, viszont azt látjuk, hogy a perspektívájuk az kelet-afrikai, mind a toborzásban, mind a támadásokban, de tekintettel, hogy hát több százezer nyugati él ezekben az országokban, és nagyon komoly gazdasági, politikai, biztonsági érdekek vannak, ez egy komoly problémát jelent Európa számára. Tehát ők is. Célpontokat. Pontosan, tehát hogyha megnézzük a kenyai támadásokat, akkor azt látjuk, hogy az Al-Shabaab szisztematikusan olyan létesítményeket támad meg, ahol nagyon sok nyugati van, és akár a Westgate elleni 2013-as támadást nézzük, akár most az idén januári Riverside-i támadást, akkor azt látjuk, hogy az Al-Shabaab szisztematikusan nyugati célpontokat támad, hiszen ezzel tudja a narrációját legitimálni. Ki az, aki konkrétan ma harcol ellenük, ha harcol ellenük? Ugye az Afrikai Uniónak ez a bizonyos békeművelete, az amerikai különleges erők az országban, az Európai Uniónak van egy kiképző missziója, ami a szomáli kormányerőket képzi ki, illetve regionális szinten is vannak játékosok, Törökország, például, akik ugye a szomáli kormányerők kiképzésével próbálják erősíteni az Al-Shabaab elleni küzdelmet. Hát ez nem egyszerű. Vajon az egyéb terrorszervezetek, és most egy megint csak eléggé laikus kérdés, hogy milyen kapcsolat lehet, ők világos, hogy az Al-Qaidával vannak kapcsolatban, illetve annak követői. Milyen egyéb terrorszervezetekkel működhetnek ők együtt, vagy el vannak szigetelve? Nem, ez egy elég jól dokumentált folyamat. Az Al-Qaida franchise-on belül, ugye ők a jemeni Al-Qaidával nagyon szoros kapcsolatokat ápolnak mind a mai napig. Ugye a bombaszakértők, illetve a fegyverek beáramlása, tehát a bombaszakértők kiképzésében a jemeni Al-Qaidának úgy szerepe volt, illetve a fegyverek beáramlása a Jemenen keresztül mind a mai napig intenzívan. Ezek a fegyverek volt orosz fegyverek, volt szovjet fegyverek, vagy a 21. századi modern fegyverek? Is, tehát mindkettőre vannak példák. Ugye az ENSZ-nek fegyverembargója van az életben az országgal szemben, és ugye az éves jelentésekben lehet látni egyébként, ha bárki megnézi az ENSZ honlapján, milyen fegyvereket kaptak el. Egyébként zömében ex-szovjet modellekből továbbfejlesztett változatok ezek zömében, de hogyha megnézzük, nyugati fegyvereket is találunk.
Az Ásába azért is támad például előszeretettel mondjuk az Afrikai Uniós katonai bázisokat, mert ezeket lerohanja, akkor az ott levő haditechnikai eszközöket mind meg tudja szerezni. És erre tehát elegystandolja. Igen, és ezek nagyon komoly fegyverkészlet, tehát itt aknavetőkről is. Na most a lakosság, aki segítségért is fordul hozzájuk, ugyanakkor fél tőlük? Ez így van. Az Ásabáb uralma azért alapvetően a terrorra támaszkodik. A szervezetnek ugye a hírhet titkosszolgálta az Amniát, az róla azt lehet tudni, látni, hogy nagyjából mindenhol val sikerült beférkőznie. Ezt onnan lehet látni, hogy az Ásabának hihetetlen pontos hírszerzése működik, hogy tehát a támadásaiknál lehet látni, hogy például tudják, hogy az ENSZ konvojok hogyan közlekednek a városban, hogyan közlekednek az AMISOM konvojok. Tehát nem... abszolút megfigyelő hálózatot működtetnek. Így van. Volt olyan kritikus periódus, amikor azt mondták, ezt nyilván nem lehet bizonyítani, de hogy a szomáli titkosszolgálat a NISA-nak az ügynökeinek mondjuk a 5-6-oda az Ásabab besúgó. Tehát, hogy azért azt hiszem, ez elég jól jelzi az állapotokat, amik az országban kialakultak. Nézzük, mennyire vallásosok, mennyire iszlamisták ők. Már az Ásabab vagy a szomáli társadalom? Az Ásabab hivatalosan nagyon mélyen hívő, fundamentalista, dzsihadisták. Azért a szomáli társadalom kapcsán ezzel óvatos lennék. Nagyon sokan egyszerű pragmatikus okokból csatlakoznak az Ásabábhoz. Megélhetés? Megélhetés, illetve Szomáliában egy klánrendszer van életben. Az Ásabáb kiválóan használja ki a klánok közti ellentéteket, hogyha mondjuk az egyik klán elnyomja egy másik kicsi klánt, akkor az Ásabáb által oda megy egy kis klánhoz és felajánlja a segítségét, azt mondja, támogatunk titeket cserébe, akkor mondjuk egy 30-40 harcossal légy szíves szálljatok be a bizniszbe, vagy amikor ugye egy teherautó, amit jól megpakoltunk robbanószerrel és Mogadisú felé szeretnénk eljuttatni, akkor szóljatok már a rendőröknek, akik a tiklánatokból vannak a checkpointnál, hogy akkor létszik ne ellenőrizzék át, hanem akkor ezt így engedjék át. És ezek sajnos látszanak ugye a legutóbbi támadások az elmúlt másfél-két év alapján, hogy ezek működnek sajnos. Mit szeretne tenni Európa? Hivatalosan szeretnénk megsemmisíteni az Ásababot minden nemzetközi szereplővel. Ez nekem úgy tűnik, hogy lehetetlen. És nagyjából ezzel mindenki tisztában is van. A maximum agenda, amit most mindenki valójában követ, az, hogy az Ásababot amennyire lehet tartsák Szomáliában, hogy ne destabilizálja a környező országokat. Úgy itt már az előző műsoroknál talán volt, hogy Szomália most nagyjából 12 millió ember él, de Etiópiában 110 millió, Kenyában 47-48 millió, tehát hogyha ott komoly problémák lesznek a dzsihadista csoportok miatt, akkor azért az Európát is, azt Európa is megérezheti. És a másik meg nagyon fontos lenne, hogy a szomáli kormányzatot megerősíteni annyira, hogy meg tudjon birkózni ezzel a kihívással. A probléma az... Nem lesz ebből a polgárháború? Polgárháború van az országban, tehát hogy ez már nem... Ezt akartam hallani, hogy van. Van, persze, tehát hogy azért itt egy 7-8 ezer fő szervezetről van szó, minimum az Ásabab. Mégis ezek az emberek nem kelnek fel és nem mennek el, hanem ott maradnak. Is, ugye beszélünk arról, hogy a diaszporában nagyon sokan hazatérnek, ugye ez a paradox helyzet, miközben azért, ha megnézzük a számokat, akár Magyarországon is, itt több száz szomáli menedékkérő, illetve menekült van, tehát azért ezek az emberek elérik Európát. Mit csinálunk velük? Hát zömében megadjuk a menedékkérelmet, mert nem lehet mit csinálni. Az elmúlt években egyébként pont a biztonsági helyzet javulása miatt egyébként most már kezd változni az a gyakorlat. 5-6 éve valaki szomáliként megérkezett és bizonyítani tudta, egy Európában, most nem csak Magyarországról beszélek, hogy ő szomáli, akkor az gyakorlatilag automatikus oltalmazotti státusz jelentett. Mert hogy azért ilyen körülmények közé kicsit bonyolult lett volna visszaküldeni az embereket, és eléggé inhumánus. Ma már mivel az országban vannak olyan területek, amik kvázi stabilak, hogy egyre többen próbálják differenciálni, hogy az adott illető valóban onnan érkezik el, az Ásabáb ellenőrzi, és üldözte, és nem tudom micsoda. És azért itt kiderül a dolog, hogy Németországban volt aztán 14-15-ben ebből egy kellemetlen ügy, amikor ugye az úriemberről kiderült, hogy ő valóban az Ásabáb elől menekült, de azért menekült az Ásabáb elől, mert az Ásabáb egyik bérgyilkosa volt, és a legutóbbi támadást azt elszúrta, és azért az Amniát, a titkosszolgálat le akart őt vadászni.
És hát a németek... És Németország megmentette. Nem, az a németek... tehát végülis börtönbe került ott, úgyhogy az nem olyan rossz, összehasonlítva azzal, hogyha visszakerült volna Szomáliába, mi várják. Volna. Legközelebb itt folytatjuk, visszavárjuk. Kedves nézőim, az elmúlt bő 20 percben Marsai Viktor, a Migrációs Kutatói Intézet és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója volt stúdiónk vendége. Most előzetesek, és jövünk vissza.